Kicsit megválasz, de ajánlasz, hogy köszönjük. Ifi világbajnok, a 4x200-as férfi váltó és az első buszó Máton Rihárd. Gratulálok, Ricsi, milyen volt ez? Mert nagyon ki volt centízve. Ez nagyon ki volt centízve, egyszerűen fenomenális volt. Nádi, amit művelt a végén, ahogy mi ordítottunk, ez átélni, hihetetlen, ami itt történt. Előtte beszéltetek, hogy lesz érem, vagy arany? Számítottunk rá az éremre. Bevallom, hogy a szobatársamnak mondtam, hogy ha ebből nem lesz aranyérem, akkor én ma nem alszom. Hogyha lesz aranyérem, akkor még bulizom. Szóval buli lesz ma este, úgyhogy... Na, hát ezt örömmel halljuk, és az időddel mennyire voltál megelégedve? Most láttam, időmmel... hogy beszéltetek az edzővel. Igen. Tegnap előtt reggel jobbat úsztam, viszont jó volt, jónak éreztem. Próbáltam menni az Ivánnal, ugye, aki mellettem volt orosz, aki megnyerte a 200 gyorsot. Ehhez képest én jónak éreztem, szóval elégedett vagyok az időmmel. Köszönöm, és gyakorlatilag még egyszer is jó bulinnál. Köszönöm szépen! Kristóf, te voltál a második ember, és hát fantasztikusan mentél te is. Végig nagyon-nagyon szoros csatában voltatok az oroszokkal és az amerikaiakkal. Mennyit érzékeltél ebből, amikor úsztál? Igazából annyit Bocsánat. Igazából csak annyit érzékeltem, az orosz ment mellettem. Azt éreztem, az elején nagyon elvitt, túl erősen kezdtem. Az első századnak a végén kicsit úgy vissza kellett vennem, hogy elbírjam a második század. De így is 47 féllel sikerült célba érnem. Azt hiszem a negyedikként tudtunk váltani. Ez is így már hatalmas dolog. Végén, amikor Nandi úszott, mi volt a part szélén? Mesélj erről egy kicsit. Mi volt a part? Világcsúcson belül vagyunk végre. Igen, láttuk, hogy világcsúcson belül vagyunk. Ordítottunk, ahogy a torkunkból kifért. Mondtuk, hogy gyere Nandi, gyere, bírd még ki. Én személy szerint úgy vágtam a rajtkövet, ahogy csak tudtam. Nem volt már rajtkő. Nem volt már rajtkő. De meg lett az eredmény. De meg lett az eredmény, igen, pontosan. Most lesz egy kis buli, ahogy Ricsi mondta. Hát, meg alatt, igen. Akkor lesz, igen. Akkor lesz. Gratulálok még egyszer. Köszönjük szépen. Harmadikként váltottál Balázs, és te is eszméletlen úsztál. Lényegében együtt úsztatok már akkor az amerikaiakkal és az oroszokkal. Hogy volt ez? Mesélj egy kicsit erről, amikor átvetted. Hát ugyanazt a taktikát próbáltam bevetni, amit 400 gyorsan, ugye, hogy az elején, vagyis az első század, nehogy elkezdtem el túl erősen. És ott arra számítottam, hogy amúgy el fognak kicsit menni, talán egy test hosszal még tőlem, de hát nem kellett volna megérni. De nem mentek el, úgyhogy ennek örültem, és harmadik ötvenen elindítottam egy kicsit a hajrá. Majd az utolsó ötvenen, ami ugye kifért, és hát úgy hasonló utolsó ötvenet úsztam, mint 400-on. Pontosabban 100-addal jobbat amúgy. És hát azt nem néztem, hogy pontosan hol tartok, mert ugye én balra szoktam menni a levegőt hajránál, és tehát ami csak kifért nekem. És bíztam a meglepetés elejében. A múltkori váltónál azt mondták, hogy amikor Nandi beugrott, tudtátok, hogy arany lesz. Most is így volt? Hát most... Én tudtam, hogy arany lesz. Hát most volt egy kis kétel bennünk, mert hát ugye elég erős volt az amerikai váltó, meg hát ugye az orosz is. És de hát bíztam benne. Tehát nem indultak nagy előnnyel az amerikaiak, ugye, és hát kicsit azért féltem, hogy már Nandi előtte úszott egy pár perccel, úgyhogy gondoltam, hogy kicsit már fáradtan ugrik be, de hát én szívebe vitte a célba, egy hát századdal. Egy századdal vagy oda, fantasztikus eredmény volt, úgyhogy ifi világbajnok a magyar 4x200-as váltó méghozzá, ifi világcsúccsal, úgyhogy gratulálok még egyszer. Nandi sajnos most nem tud itt lenni, mert ő szó szerint kiúszta magából a maximumot, de fiúk, mit üzentek neki innen? Jobbulás, Nandi. Nagyon nagyot ússzál, te állat. Köszi, Nandi.